A bajnokságot remek formában kezdő Eto FC Győr utóbbi hetekben mutatott mélyrepülésének edzőváltást lett a következménye. A csapat zsinórban 4 vereséget könyvelhetett el, a Videóton, a Fradi, a BKV és a Puskás Akadémia ellen, így a 6. helyre csúszott vissza a tabellán. Utóbbi találkozott követően egy nappal Németh Zoltán és a klub vezetősége közös megegyezéssel szerződést módosított. A korábbi vezetőedző játékos megfigyelőként dolgozik tovább. Az őszi idényből hátralévő meccseken Presszeller Tamás megbízott edzőként irányítja a csapatot. Egy negatív spirálba került a csapat, mindenképpen váltani kellett, egy új impulzus kellett a csapatnak, és felelős döntést akart hozni a vezetőség, ezért úgy döntött, hogy erre a 3 mérkőzésre egy olyan embert választ a személyemben, aki talán a legjobban ismeri ezt a csapatot. Hosszú évek óta az akadémián nevekedtek itt legalább 6-an, 8-an, ezért én tűntem a legjobb megoldásnak. Presszeller Tamás már túl is van a fiúkkal az első edzésen és az azt megelőző beszélgetésen. Csak a 4 mérkőzésnek a negatív dolgai voltak azok, amikről nem beszéltünk. Én úgy gondolom, hogy egy új időszámítás kezdődött most a mai nappal, és a srácoknak mindent meg kell tenni azért, hogy ezt a 3 mérkőzést jól hozzuk le. A klub hosszú távú megoldást szeretne találni a vezetőedző személyére. A kialakult helyzetben a vezetőség nem akart elhamarkodott döntést hozni, így házon belül oldották meg a váltást. A bajnokság téli szünetében szeretnék megtalálni az Eto céljainak és elképzeléseinek leginkább megfelelő személyt az edzői posztra.